Jó napot kívánok, remélem önöknek is élmény hallgatni ezt a gyönyörűen duruzsoló 1.7-es turbo dízel Opel motort, 75 lóerős, és 2003-ban gyártották. Az autóban van itt klíma, és egy jó aksit találtam benne, kellemesen indult ezen a hűvös reggelen, hiszen rajtunk ez az ősz, és hideg van már reggel, és párás a levegő, de az autó klímás, és jövőre majd lesz nyár, és akkor lehet klímázni az autóban. Egy ezüstmetál színű kombi autót nézegettünk, és belenézek a csomag terébe, hogy mit találunk benne. 2013. januárig van műszaki, ezt előbb megnéztem, és az autóban jó nagy csomagtér, ugye ez kombi, és el lehet fedni itt a csomagjainkat egy jó kis rolóval. És akkor nézzük meg az autónak a belsejét is, hogy mit mutat nekünk, mit kínál hely szempontjából. Ugye ez egy kombi, és azért itt hátul is az utasoknak elég kellemes a lábtér, tehát kicsit hosszabb az átlagostól az ülés és a támlák közti rész. És akkor nézzük, hogy mit kínál a belseje még. Itt elektromos ablakok és tükrök vannak, illetve szervó kormány természetesen, és légzsákok is vannak benne, legalább kettő. És akkor beülünk ide, megnézzük, hogy itt mit mutat. Tehát itt a kis klímánk, de én már a fűtést kapcsoltam be rajta, ami jó rajta, és kellemes meleg levegőt fúj nekünk, most ez a fontos. A kilométeróra állása pedig 142.000 kilométer. Szerintem ennyit tudtam így hirtelen elmondani, viszont mutatni tudok esetleg. Nézzük, hogy hogy indul ez az autó. Teljesen tökéletesen indult ez a jármű. Szerintem érdemes eljönni ide, meg lehet nézegetni az autót, ki lehet próbálni, át lehet vizsgáltatni önök kedvenc szerelőjével, szervizével ezt az autót. Remélhetőleg sikerül megegyeznünk, és ezzel tudnak elmenni. Ez egy alacsony fogyasztású, takarékos dízelmotor, ne felejtsük el. Itt a 400 forintos üzemanyag árak mellett azért ez egy 5 liter gázolaj körül el kell, hogy menjen. Köszönöm szépen, jöjjenek el hozzánk, viszontlátásra!